Ήρες βία μη οβία, σε ρεγίλε, κρεγίλε. Να πω τλάτα μη βεγγέλνη, σε ρεγίλε, κρεγίλε. Οδικά τλάτα μη Ασκέτε και στάρβα σλάτα, σε ρεγίλε, ρεγίλε. Εν δίκλα πας να μπαβώ, σε ρεγίλε, ρεγίλε. Μα ουσικ μεγαχώ, Kaba Sheregile Kregile Engi Klaba Zerdube Sheregile Kregile Azmashik Megastengerbe Io borda la nazinige, se regile, regile. Valor da la che c'è title, se regile, regile. Se me Utala megie saka, se regile, regile. Az erdőbe ha víve tödné, se regile, regile. Nap fenköltig ebre lenni, se regile, regile. A szarvast is megnyilaznád, se regile, regile. Utadon újra gelőket lelni, se fontos, hogy ugye Árpádot az Attila vérvonalba sorolják. Azt tudjuk, amikor bejön, hogy nem ő a szakrális uralkodó, mert ő csak a jobb szárnyat vezeti, tehát ez is egy fontos dolog, rokona, de ugye Kurszán a főuralkodó. Miután Kurszánt megölik, utána lesz Árpád a szakrális uralkodó. Ez is azért fontos, és itt az elején egy dióhéjba beleteszem, mert lesz róla szó, csak viszonylagosan új fogalmak szeretném, hogyha rögzülnének is, hogy Árpáddal nem honfoglalás történt, amit nekünk mondanak, hanem mindig is az, amit a krónikáink leírtak, visszajövetel. Tehát itt visszajövetel sorozat van Nimród örökére a Kárpát-medencébe,
És ez ennek az utolsó nagy létszámú visszajövetelnek a vezetője Árpád, akinek az őse 3-4 generációval előtte jött ki a Kárpát-medencéből. A feladata egyszerű volt, hogy azokat a hun és magyar törzseket hozza vissza Egyiptomtól Kínáig, tehát belső Ázsiáig és Közép-Ázsiáig, akik nem akarnak Mohamedánná válni. Ne felejtsük el, 721-ben a bagdadi kalifa Tallasznál, tehát a kínai határon megveri a kínai császárt. És ezek a területek ugye Mohamedán uralom alá kerülnek. És ezért heterogén az Árpád által visszajött társaság, mert nagy területről hozzák őket vissza. Nyilván olyan vezetőt kellett kiküldeni, aki rokona az uralkodóháznak, ugye a szakrális uralkodónak, tehát van tekintélye, és nyilván katonai egységet is küldtek vele, 10 000 lovasíjászt, ami azért komoly haderőnek számított. Ráadásul ezek válogatottak voltak, tehát a különböző törzsekből válogatták, éppen azért, hogy lássák azt, hogy a Kárpát-medencébe milyen erővel rendelkezik az ottani magyarság. Ezt is még érdemes látni, hogy van a Kárpát-medence, mint őshaza. A következő a kaukázusi Magyarország volt, tehát ugye ez 1397-ig fönnállt. Ugye ezt Timur Leng pusztítja el azért, mert ők az Aranyhorda szövetségesei. És volt a Nagy Magyarország ugye a Volga mellett, amit 1236-ban az Aranyhorda pusztít el, és utána indul meg aztán az Aranyhorda ugye a Kárpátok felé. Tehát csak ezt lássuk, hogy ez gyakorlatilag 1236-ig három Magyarországban is, ami közte van, az a terület is hozzánk tartozik. Tehát Árpád bejövetele után nem áll le a bejövetel, tehát még továbbra is jönnek kunok, böszörmények, meg sorolhatnám a népeket, akik jönnek, csak nem ilyen létszámba, amilyenbe akkor bejöttek. Hát röviden egy kicsit foglaljuk össze a hun-magyar vallás alapítókat, hogy azért legyen róluk fogalmuk, tehát a szkíta népek, ugye a Kárpát-medence az őshaza, ez minimum Krisztus előtt 10 000-től az utolsó jégkorszaktól. Van, aki ezt későbbre teszi, én azt mondom, hogy ez bőven elég. Ugye Nimrod fiai Magor, Pálos és Hunor vagy Napos, ugye a nap és a hold volt a jelképe, a szakrális uralkodónak pedig ugye az új holdon álló napkorong volt a jele, tehát a nap és a hold együtt. Az első, ugye a magyarokról mondtam, hogy szkíták körkeresztnépe, ez a köroszló is, a köröszténység is innen van, mint szó, tehát senkitől nem vettünk át, főleg vallási szavakat, ezt szokták mondani szlávból, meg germánból. Magyarul értható köroszló, tehát Krisztus benne van. Ugye a köroszló az a körkereszt, ugye a körbeírt egyenlő szárú kereszt, tehát ez volt az őseink jelképe, de a Szent Koronát is alulról megnézzük, az is egy köroszló, ez pedig a rovásírásnak az F betűje. Erről könyveket lehetne beszélni, a köroszló azért fontos, mert a 4 égtájat adja meg, ugye észak-dél, kelet-nyugat, az észak-dél az isteni etalon, amit az embernek az életbe be kell tartani, a kelet-nyugat pedig a földi élet, amit meg kell futnunk, ugye amiért leszülettünk egy feladattal. Ha az egyenlő szárú, vagyis pontosan olyan mértékű, amilyen az etalon volt az isteni minőség, akkor teljesítjük az utat. De a körkeresztnél ugye ez azt jelenti, hogy pontosan középen vagyok, vagyis ha a kör közepén állok, akkor nem csak egy védelemben vagyok, hiszen a kör az védelmet jelent, hanem teljesítem a feladatot, és ugye Isten tenyerén vagyok. Tehát ez egy nagyon fontos kitétel. Ha már az egyik szára hosszabb a keresztnek, akkor nem vagyok jó úton, tehát nem a kör közepén állok, hogy így mondjam. Tehát ez volt a körkereszténység lényege, és hát ugye ezt Gudea Krisztus előtt 2100-ban Lagaszi papkirály, ez egyik ilyen fontos személy, de hát még előtte azért meg kell említeni Melkizedeket, hiszen maga Krisztus hivatkozik arra, hogy akkor kérdezik, hogy te pap vagy, igen, pap vagyok, és akkor milyen pap vagy? Pap vagyok Melkizedek rendje szerint. Ugye ez azért fontos kitétel, mert Melkizedek az papkirály volt Sálemnek, a pap királya, és
ami fontos, hogy kenyérrel és borral áldozik. Tehát a szkitáknál nincsen ember és állatáldozat. Miért? Mert mi a teremtőnek a teremtésben csak részesei vagyunk, ugye fizikai síkon, és itt is elsősorban a nő az, aki ugye kihordja a magzatot. Ezért volt az, hogy a férfi és a női mágus papságnál a nőket nem is avatták, hiszen boldogasszonyi szinten a szülésen keresztül, ugye ők a teremtővel átélik a teremtésnek a folyamatát. És ez még azért fontos, mert ugye az életet elvenni se lehetett, tehát amit nem én adok, azt nem is vehetem el. Ugye ennek aztán vannak egyéb folyamodványai, de most ebbe nem menjünk bele. Tehát itt Melchizedek volt a lényeg, és hát amit nagyon jól tudunk, hogy az ábrahámi papság is ugye tizedet fizet neki, tehát az ároni papság tizedet fizet a Melchizedekinek, hiszen magasabb szinten áll. Ez benne van a Bibliában, el lehet olvasni, tehát nem én mondom. Ugye ezzel dr. Zakar András foglalkozott a Szumér hitvilág és a Bibliai című könyvébe 60-as évek végén, 70-es évek elején, először Amerikában jelent meg, aztán megjelent Magyarországon is. Személyesen ismertem a András atyát, és hát elég sok mindent magyarázott ebbe a témába. Ő kiváló ismerője volt ennek a bibliai dolgoknak, hogy így mondjam. Ugye, ahogy mondtam, a Kárpát-medence, mint őshaza, a Kaukázus, majd ugye a Szír és Amur darja, afganisztáni területek, és aztán a belső ázsiai részekre, Tarim-medence, illetve a Sárga folyónak a nagy kanyarulatáig érnek el a hunok. És amikor visszafele indulnak, akkor Afganisztánon keresztül, ugye Kabulnak a régi neve Zabola volt, Erdélyben is van egy Zabola, ez azt jelentette, hogy ott a hun-magyar törzseket megzabolázták, szó szerint rendbe szedték, és akkor eldönthették, hogy visszamennek a Kárpát-medencébe, vagy a kaukázusi területre, vagy pedig bejönnek az észak-indiai szkíta területekre. És tulajdonképpen ez volt az elosztó része, ez a Zabola-Kabul. Ugye is Zab folyó volt a Zabolának a folyója. Tehát ez is egy érdekes dolog. Tehát azt lehet látni, hogy mindig folyamatosan töltötték, hogy mindig a Kárpát-medence volt az a központ, ahova visszajöttek. Ugye hát az utolsó visszajövetel, az nem honfoglalás, az az Árpád-féle visszajövetel volt. És azért is heterogén a társaság, mert egy elég nagy területről különböző törzsek jönnek vissza. Ugye Attila mondta azt, hogy neki két vallás alapító őse van, az egyik Krisztus, a másik pedig Buda. Ugye amikor fatányérból és fakupából ivott, akkor megkérdezték, hogy mindenki arany tányérról, meg aranykupából iszik a nagy király asztalánál, és a nagy király pedig fakupából, meg fatányérból. És akkor mondta, hogy ez Budának volt a kupája és a tányérja, és ő azért eszik halázatból, hogy tudja, hogy mi a célja itt a földön. Tehát nem az uralkodás és a népek elnyomása, hanem a népek felszabadítása és az új államoknak a létrehozatala, ami tulajdonképpen a Római Birodalom megdöntésével létrejött egy új Európa. Az más kérdés, hogy néz ki, meg mi lett belőle, de egy római elpusztult és mind fizikailag, mind lelkileg, mind szellemileg tönkrement társadalmat ugye le tudott bontani a hun nagy király. És hát Krisztus a másik, ugye, mert ő úgy szólította magát, hogy én Attila az igaz Krisztus hívők császára. Tehát ezt tudni kell, hogy a hunok keresztények voltak, tehát ez nem kérdés. Leírják, számtalan nép leírja, hogy a hunok, amikor harcba vonulnak, akkor himnuszokat énekelnek. Csak a hun püspökségeket szerte Ázsiába az iszlám elpusztítja. Tehát 721-ben Tallasznál a bagdadi kalifa megveri a kínai császárt, és onnan az iszlám tért nyer. Tehát az Árpád-féle visszajövetel is már három generációval előtte kezdődik, úgyhogy az iszlám területeken lévő
olyan szkíta, hun törzsek, hun magyar és egyéb törzsek, akik nem akarnak iszlám fennhatóság alá kerülni, azokat hozzák vissza a Kárpát-medencébe, ami jóval több, mint 7 törzs. Az én kutatásom alapján minimum 38, de inkább több. Árpád fejedelem honfoglalását itt inkább azt kell írni, hogy visszajövetel, mert itt soha a krónikáink latinul mindig Reditust írnak, a Reditus pedig visszajövetel, ugye, hát Attila és Nimrod örökére, tehát ez így működik. Ugye az Árpádház is azért nem jó kifejezés, mert a nimródi szentkirályok nemzetsége a föld első királyától számítják a Turul nemzetséget. Az árpádi rész az csak egy 300 évet takar le durván, tehát ez megint a szaláminak a részekre vágása. Ez egy sokkal régebbi dinasztia, nem véletlenül hívják őket szentkirálynak. Lakják a Kárpát-medencét Attila halála után. Székelyek, szkoloták, szikulok, szkíták, hunok, avarok, ungárok, magyarok, ugrok, urgok, utigurok, kutrigurok, kazárok és alánok, és ezek mind valójában különböző nevek, mert mindig a neveken, az elnevezéseken folyik a történelem hamisítás, a történelem szemléletnek megfelelő igazítás. A valóságos történelmi tények azonban azt mutatják, hogy itt egy egységes, egyetlen népcsoportról van, szóval egy hatalmas népcsoportról, amelyik kiterjed egyrészt a Kárpátaltól keletre is, másrészt a Fekete-tenger északi partjára is, de az ős hazája és a legnagyobb központja a Kárpát-medence. És éppen ezért sok nevet, sok néven ismeretes. Az avarok például ugye külön nevet kaptak, amikor föltűntek, mint egy népcsoport, amely az korabeli Magyarország keleti részéből átköltözött a korabeli Magyarország nyugati részébe. Ez olyan, mintha valaki elmenne Debrecenből Sopronba, akkor az nem azt jelenti, hogy most egy másik országba ment, de az avaroknak az átköltözését az úgy fogják föl, mintha egy másik országot foglaltak volna el, mint ezben szó sincs róla, csak egyszerűen arról van szó, hogy egy népcsoport átköltözött az egyik ország részből a másik, ugyanannak az országnak egy másik részébe. A Tári Hindulisz nevű őskronika, aminek a megjelenését édesapám vívta ki, ez a Tári Hindulisz őskronika az még Árpád kora előtt íródott, ezt is édesapám mutatta ki, és ez a Tári Hindulisz megírja, hogy amikor Árpád népe visszajött Magyarországra, ezzel a kifejezéssel visszajött, ahogy az összes krónikánk, egyetlen egy krónikánk sem ismeri a honfoglalás elnevezést. Mindenki, aki honfoglalás elnevezést alkalmazza, magyar ellenes szemléletet fejez ki, és az élet veszélyes. Mindenesetre a Tári Hindulisz megírja, hogy itt, amikor visszajöttek a magyarok, akkor itt egy velük azonos nyelven beszélő Hindulisz, mivel ez az Hindulisz név, ez törökül szerepel, és ennek a magyar jelentés az, hogy magyar. Itt egy velünk azonos nyelven beszélő magyar népet találtak. Amikor Árpádék visszajöttek Kárpát-medencébe, akkor itt egy velünk azonos nyelven beszélő magyar népet találtak. Ezt írja a krónika. Eléggé világos szerintem, csak ezt nem veszik figyelembe, mert ütközik a magyar ellenes szemponttal. Mario Alinei az Ősi Gyökér című könyvében megírja azt, hogy etrusz magyar rokonsággal lehet beszélni, ami azt jelenti, hogy a bronzkorban időszámításunk előtt 1300-1500 körül hatalmas magyar népcsoport költözött a mai Észak-Olaszországba, ami egyébként, mivel a magyar volt Európa ősnépe, és ez a Itáliának az északi része, az a magyarságnak egy ősi központja volt. Ezért tulajdonképpen oda is csak visszaköltöztek, és megírja, hogy azok magyarul beszéltek, és a Kárpát-medencéből költöztek oda. Tehát ez azt jelenti, hogy már a bronzkorban itt a Kárpát-medencében magyarul beszéltek. Tehát magyar lakosságról kell beszélni már legalábbis a bronzkortól kezdve, de a bronzkori népességről pedig lehet tudni, és ezt az Attila és a Hunok című könyvben, és a Királyi Mágusok ősnép a magyar című könyvben is alátámasztom sok oldalon, és bizonyítom természettudományos bizonyítások megfelelő módszerekkel, hogy népi folytonosság áll fönt a bronzkorig, az őskőkortól kezdve. Tehát az őskőkortól kezdve magyarok lakják a Kárpát-medencét, onnantól kezdve pedig, hogy a bronzkorig ezt visszavezetett, illetve a vaskorig. A vaskorban lakják a szkíták, a szkítakor után jön a szarmatakor, a szarmaták azok tulajdonképpen a szkítáknak egy másik ága. Közép-Ázsiából költöztek, ez tulajdonképpen Árpád elődei, ugyanabból a körzetből költöztek a szarmaták vissza az ókori Szkítiába,
az ókori Kárpát-medencébe, mint ahonnan később Árpádék jöttek. És aztán utána jöttek az avarok, jöttek a hunok, az avarok és az Árpádék magyarjai. Tehát itt önképpen végig folyamatosan egy olyan magyarság vívta az élet-halál harcát, amelyiket folyamatosan újabb és újabb vérfrissítéssel kellett megmenteni. És az utolsó, aki megmentette a magyarságok fennmaradását, az Árpád volt, Árpád magyarjai. És bár ez volt a legutolsó, és azelőtt már sokszor elbukott itt Kárpát-medencében a magyar uralom, de Árpád úgy tudta megmenteni magyarságot, hogy bár nem volt már utánpótlás, még mindig magyarok lakunk itt több mint 1000 éve. Úgyhogy valami csodával határos, hogy ha valamit nagyon sokszor megdöntenek egy hatalmat, és mindig külső segítség kell hozzá fönnmaradjon, pont a legutolsó, amikor az erőforrások utolsó erőfeszítése megtörténik, utána már nincs is szükség többre, úgymond, bár jól jönne egy kis segítség, mégis képes volt biztosítani azt, hogy ma is Magyarországról beszélhetünk. És vannak még a Magyarországon magyar emberek, magyarul érző emberek. Látni kell ahhoz, hogy a magyar jövőt tudjunk építeni a Kárpát-medencében, a őshazánkban, a hazánkban, hogy a történelemnek kettős arca van, és hogy ez a történelemnek a kettős arca valahogy nem csak magyar ellenes, hanem emberiség ellenes is. Az egész emberiséget is sújtja a történelem hamisítás, egész Európa a földön hever. Vannak olyan országok, akik még rosszabbul jártak, mint mi, mert még a nyelvüket is elorozták, és megdiporták, és kifacsarták, mint például a franciák. De egyetlen egy európai népnek sem szabad vallani a saját őstörténetét. A franciák például a frankok trójai eredetét nem hirdethetik, mert ugyanúgy nevetségessé vannak téve, ahogy a magyaroknak a hun folytonosság, a hun eredete nevetségessé vagy hiteltelené van téve. Tehát a franciák se jártak jobban, itt egy olyan világhatalom áll a háttérben, amelyik egész Európát föld alá sikerült küldeni az őstörténelme. De minden népnek elemi érdeke, a franciáknak ugyanúgy, mint a németeknek, hogy megtalálják a saját valódi igazságukat, a valódi önazonosságukat, az önazonosság pedig ott van a mélyben, a történelem valóságában. Tehát minden európai népnek elemi érdeke, hogy megismerje azt az őstörténelmet, amiben minden jobban elmélyedünk, annál jobban kiderül az, hogy az emberiségnek volt egy közös ősnépe, és az a magyar volt. Tehát törvényszerű, hogy az egész európa népei, ahogy haladunk a korra, egyre jobban nyílik ki a népeknek a szelleme, a csípája az egyre mélyebb őstörténelem felé, és így egyre jobb, egyre nagyobbak az esélyek arra, hogy az európai népek, a világ népeinek a magyarra való egységére fény derüljön. Tehát lassanként minden nép be fogja látni azt, hogy nem a többi népnek az ellensége, és nem a magyarság ellensége, hanem a szövetségese, természet szerint, a történelem szerint. Tehát nekünk, magyaroknak olyan küzdelmet kell folytatni, olyan hatékony, eredményes, célra vezető küzdelmet kell folytatni minden magyarnak, ami ezeket az eredményeket, amiket például édesapám is elért, vagy amiket itt elértek, önök elé tártam, amiket bármelyikőtök, bármelyikőjük el tudott volna érni, ezeken tevékenykedni kell. Minden magyarnak célra vezető, rendszeres, életvitelszerű tevékenységet kell folytatni, röviden munkát, életvitelszerű munkát, minden nap több órát kell fordítani arra, hogy a magyarság sorsát valahogy mi magunk támasztjuk föl, nem várhatjuk a felettünk levő hatalmasságoktól, akik ki vannak szolgáltatva természetszerűen a nemzetközi háttérhatalomnak, hanem magunktól mi vagyunk az igazi felelősök. Azért, hogy mi lesz a magyarsággal, mert mi vagyunk 10 millióan, vagy valahány millió, vagy 15 millióan, vagy kevesebben, már ki tudja, mai viszonyok között, hogy ebből mennyi a magyar. De mi vagyunk azok, akik igazán magyarok vagyunk, és azoknak, akik igazán magyarok, azoknak az igazi felelősségük az, hogy az életüket minél jobban rátegyék arra, hogy a magyarság sorsát felfelé emelkedő pályára állítsák. Tehát egyrészt a gondolkodásunkat meg kell tisztítani a rárakodott hazugságoktól. Valóságos agymosáson mentünk át, most valójában agymosottak vagyunk, és egy agymosottnak meg kell tanulnia, visszatalálnia ahhoz a természetes igazsághoz, ami az agymosás előtt volt, illetve lerázni magáról az összes agymosás által rá beleidegződött hazugságot. Tehát
küzdeni kell azért, hogy nem csak azért kell küzdeni, hogy ha a kezünk koszos, az lemossuk a koszt, hanem a hazugságoktól is meg kell tisztítani magunkat életvitelszerűen. Nem érünk rá arra, hogy na majd 100 év múlva valaki megmossa a kezét. Nekünk minden nap meg kell mosni a kezünket. És nekünk minden nap a lelkünket is, a szellemünket is meg kell mosni. Vagyis meg kell tisztítani magunkat a hazugságoktól, hogy rátaláljunk arra az útra, ahol a magyarság egy ígígérő, elemi erővé változhat, ami természet szerint mindig is volt, és ami természet szerint lesz is. Mert ez a magyarságnak a sorsa, hogy természeti erőként fölragyogtassa az emberiségben, a magyarságban rejlő igazi távlatokat. Nem elég ehhez a gondolkodásunkat megtisztítani, hanem van egy még mélyebb feladat, az érzésvilágunkat is meg kell tisztítani. Az érzésvilágnak a lényegét pedig őrzi egy természetes hagyomány, a népzene. A népzene a természetes érzésvilágot, a magyar nép érzésvilágát, a magyar nép lelkivilágát fejezi ki. Ezt életvitelszerűen védeni kell naponta, nem elég a kezünket megmosni, a lelkünket is naponta éltetni kell azt, ami benne magyar. Ezt nem én találtam ki, hanem egy olyan személy, akit úgy hívnak, hogy Kodály Zoltán. Ez a Kodály módszernek az alapja és a lényege, és Kodály ennek alapján mondta, hogy életvitelszerűen minden nap legalább egy óra hosszát a népzenével kell foglalkozni minden magyarnak. Ha másképp nem lehet ezt elintézni, akkor az iskolában minden magyar gyerek legalább egy óra hosszát magyar népzenével foglalkozhat. Ez a Kodály módszer lényege. Látnunk kell, mivel a Kodály módszer nem valósult meg a magyar iskolákban, nekünk magyaroknak kell gondoskodnunk arról, hogy a Kodály módszer megvalósuljon a saját életünkben, hogy magyar lélek, lelkű emberekké tudjunk válni. Hogy a magyar érzésvilágot tudjuk éltetni, ehhez naponta életvitelszerűen legalább egy óra hosszát. Ha máshonnan nem, akkor abból a televízióból, amelyik tulajdonképpen a nemzetközi háttérhatalomnak az adását adja, a magyarság legyőzésére irányul, és miközben folyik az élethalálharc a magyarság ellen, a magyarság mit néz? Naponta 4-5 óra hosszán keresztül, ott a csatatéren, miközben folyik az életre halálra menő küzdelem, nézi az ellenség által szolgáltatott híreket. Ugye ez, és erre van 4-5 óra hosszán naponta, hogy saját magunkat, a magyarság jövőjét megmérgezik magunkat. Ezt a 4-5 óra hossza azonban ebben az a jó hír, minden rossz hírben van egy jó hír, mert az a jó hír, hogy naponta 4-5 óra hosszán felszabadul, hogyha kivesszük az életvitelünkből azt az alkoholizmussal felérő rossz szokást, hogy egy ilyen televíziót nézésre fordítunk naponta 4-5 órát, és ezt a 4-5 órát a magyar nemzet fölemelésére fordít. Mindenkinek megvan ez az ideje, mert ez a 10 millió Magyarország, mai magyarországi magyarnak ez az átlagos tévénézési szokás, hogy naponta életvitelszerűen nem egy órát fordít a népzenére, hanem 4-5 órát fordít a, hogy ki nem mondja, milyen televízió műsorok nézésére. Tehát ehhez azonban fontos az is, hogy a magyar népzenének lássuk az igazi ősiségét, azt a tisztaságát, ami akkor volt, amikor még igazán magyar volt, ez pedig Bartók Béla fogalmazta meg, hogy az igazi népzene, az igazi parazzene, ahogy ő mondja, minden külső befolyástól mentes, mentesen születő, egy különleges tudatállapotban születő olyan zene, amit egy természeti erő hajt. És ez a népzene, ez az igazi népzene nem ez az, amit a rádióban, televízióban hallunk, mert azok bizonyos sémákon bővülnek. De van egy olyan népzene, amit Bartók felfedezett, ami folyamatosan születik a természeti erők által. Én egy ilyen népzenével foglalkozom, például a Vártáza Csodaszarva zenekarban, amiről azt írták, hogy ezután nincs olyan muzsika, amit hallgatni tud az ember, ez maga a teljesség, legalábbis az a szelete, amit itt a Földön fel lehet fogni belőle. Örök dallamok, amelyeket korszerű köntösbe öltöztettek. Ezért aztán alig hallgat más olyan muzsika, amelyel ennyire hatásosan győzhetnénk meg nemzeti múltunk örökségi, hatalmas, máig ható erejéről, honfitársunkat és akár az egész világot, mint a Vágtázó Csodaszarva zenéje. Aki egyszer meghallja, soha többet nem felejti el, mindig keresni fogja. Vannak olyan tények, amiket olyan régészi tények, amik egyszer és mindenkorra meg bebizonyosodtak. De mivel nem illenek be a szemületbe, nem vesznek róla tudomást. Se nem támadják, se nem vesznek róla tudomást. Nekem a kezembe került ez a könyv, a jogalhordozók, a Sztyeppe urai, 2004-ben jelent meg német nyelven. A világhálón találtam róla egy darab ismertető, körülbelül 10 vagy 20
helyen fordul elő, és kész. Mint hogyha nem is írta volna meg a könyvét, az a hamburgi régész professzor, aki azt írja, hogy időszámításunk előtt 5100-ban Erdély és a Felső-Tisza vidéke egyetlen egy kulturális körzetet alkotott, és innen települtek ki nagy néptömegek az Aldunához, a Meotiszhoz, a Volga-Káma folyam közben és a Kaukázushoz. És ez az öt nagy központ, műveltségi központ 3000 éven keresztül meghatározója volt Eurázsia fejlődésének. És rejtély, hogy hogyan tudtak 3000 éven keresztül ilyen nagy távolságból ilyen szoros kapcsolatot fenntartani az Erdélyből kitelepült nép. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy kulcsfontosságú felismerés, hiszen ez alátámasztja és bizonyítja azt, hogy nem keletről költöztek ide a népek Magyarországra, hanem azok a magyarok, akik keletről jöttek a Kárpát-medencébe, azoknak előbb oda kellett menniük. Tehát keletről mindig visszajöttek, hazatértek a magyarok. És ez a tény, időszámítás 5100-tól kezdve kulcsfontosságú tény, amit figyelembe kell venni. Na most nem csak a jogat, ez a jogalbordozók egy olyan nép, amelyik jogarakkal temetkezett. Ezeket dokumentálja hatalmas monográfiájában Blagoje Govedalica, a hamburgi régész professzor. De ezt megerősíti Igor Manzurának az Oxford Journal of Archaeology-ban megjelent, 2005-ben megjelent tanulmánya, amiből az is kiderül, hogy nagyságrendileg legalább 800 ezer fő kitelepüléséről van szó. Tehát milliós nagyságrendről. Tehát Erdély Felső-Tisza vidékről milliós nagyságrendben települtek ki a népek, és így újra benépesítették, ki tudja hanyatszor, a másodlagos őshazát, ahol az őseiknek a sírjai domborultak. Na most, ezen kívül, hogy ezt a forrást így többszörösen meg lehet erősíteni, hogy ez így történt, van egy másik fajta megközelítés, amelyik nem a jogarakkal való temetkezés, és nem azt tekinti ismertetőjegynek, hanem a kurgánok építését. Időszámításunk előtt 5000 körül föltűnt az eurázsiai síkságon, tehát ugyanebben a körzetben a kurgánok népe. Az Alföldön, a Kárpát-medencében 40 000 kurgán épült. A mai Ukrajna területén, tehát Etelközben, a Fekete-tenger északi partján 50 000 kurgán épült. A királyi szkítáknak később a központja ebben a körzetben volt, a Fekete-tenger északi partján. Ez a kurgánok népe több mint 5000 éven keresztül fönnáll, és kurgánokat épített. És nem csak kurgánokat épített, hanem volt még egy különös ismertetőjegye, ami szintén úgy látszik mindenkinek elkerült eddig a figyelmét, csak nekem nem, mert miután azt olvastam, hogy a hunoknak az ismertetőjegye, kevés olyan régészeti ismertetőjegy van, aminek alapján egy népet majdnem egyértelműen be lehet azonosítani. A hunok egyik ilyen népjelzője az üstök, azok a hatalmas üstök, azok hun jellegzetességek. Más népnél nem fordulnak elő. És különösen nem nagy mennyiségben. Na most a kurgánok népénél előfordul. De időszámításunk előtt 5000-ben. 5000-től kezdve, évezredeken keresztül. Tehát, hogyha az üstök a hunokat jelzik, akkor az a nép, amelyik időszámításunk előtt 5000-ben kurgánokat kezdett építeni és üsteket kezdett készíteni, az hun nép volt.